Mikrofont kinek raktad le? Istvánnál van, jó, de addig mondd el, amit kell. Menjél, Józsi! Egyébként három! Kamera kell. Mikrofon. András, kamera. Jó. Köszönöm.
Már ki se engedd meg, Béla! Már ki se engedte? Az értékbizonyítvány kikérését a végrehajtó az önkormányzattól kéri. Nem a törvényességet kell kérni, ne esetett tévedésbe, hanem azt kell kérni, amit a bank, mikor felértékeltette az ő értékbecslőjével, milyen összeget állapított meg. Nagyon sok település polgármestereivel, polgármester asszonyaival megbeszéltük már, hogy be fogják hívni az elverésre bocsájtandó ingatlan tulajdonosát, és egyeztetik vele az értéket, hogy elfogadja azt, amit ő és az értékbecslő megadta. Tehát ne menjetek ebbe bele, mert a törvényesség az hazaütés. Én ezt tanácsolom mindenkinek. Köszönöm. És arra azt mondta el, amit elmondhatok, amit mondta neki, hogy mondhatja, viszont a bátorságát tisztelem, hamarosan a közöttünk fogjuk szerintem látni, mert ő volt az egyetlen, aki elég lehet állni, és el lehetne mondani a saját véleményét is. És szeretett volna egy petíciót kapni, ezek szerint hallott már a többi banknál erről a dologról, mi ezt nem adtuk át, csak a felhívás, ami konkrétan ilyen, hogy kapod, de ez ugye nem egy petíció, ez egy felhívás, ami nem a banknak szól, nem a főnököknek szól, hanem azoknak az embereknek, akik itt dolgoznak, akiknek a lelkismeretét szeretnék felébreszteni, hogy végre álljanak ki a magyar emberekért, és nem tudod róla. És tudod róla, mert nyilván ő is kapott, tehát itt ebben a banban ezt átverték, vagy átverték. De hogy titeket átverték, az meg természetet. Most egy hosszabb órát lesz, Balázsnak polgármesteri hivatalához fogunk menni, az a kérdésem, hogyha a nagyobb tempóban megyek, akkor úgy jelentek, mert az időbe bele kell férnünk, fogunk menni egy nagyobb súlyterületet is, mire odaérünk. Igen? A zászló transzparensek szétmennek a gyorsan. Még egy fontos információ. A legfiatalabb tanul, aki hatos napot, jó lapot, szopizott, és velünk van, és ő velünk a tudzott. A két napot közé gyermekek közül a harmadik. Tehát ez egy nyilvános. Hogy van egy nyilvános.